Független önkormányzati képviselőjelölt a 7-es választókerületben Horváth Gábor, aki Nagykőrösön született, iskoláit ott és Kecskeméten végezte, gépjárműtechnikus kisvállalkozó. 2002-ben nősült, egy már egyetemista fiú édesapja. 25 éve él a választókerületében, az előző ciklusban volt már a kerület képviselője. A stúdióban köszöntetem Horváth Gábort. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm a választókerületemben élőket is. A következő percekben akkor önné a szó, több témát is kíván érinteni, program, elképzelések, miket vázolna most a nézőknek? Isten, igazából programot meg elképzeléseket azok ugyanazok, amik az előző ciklusban voltak, ugyanis nem kerültek folytatásra, tehát én se tudok többet mondani, mint azt, hogy folytatom a megkezdett munkát. Akkor ezen túllépve? Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy mire van szüksége a választókerületének. Kerületemnek ugyan Facebook csoportokat működtetünk, és azok alapján, beérkező információk alapján tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy mi az, amit csinálni kell, mi az, amit nem. Egy valamiben biztos lehet mindenki, hogy nem fogok kopogtatni. Tehát nem fogom a választókerületemet járni. Én 5 éven keresztül megtettem, ha kész vagyunk, akkor ezután is meg fogom tenni. Én nekem a kapcsolattartás 5 évig szól, nem pedig a választási ciklusra. Talán annyit lehet ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez egy munka. Tehát ez a munka, ezért a munkáért fizetés jár. Bárki bármit is mond, az csak egy ilyen hablaty meg félrebeszélés. A lényeg az, hogy én jelentkezek egy munkára, aminek az a feladata, hogy a választókerületemben élőket érdekeit képviseljem. Tulajdonképpen ennyi. Talán annyit hozzá lehet fűzni, hogy ugye a 14-19-es ciklus között azért tapasztalattal bírható volt, nem kis tapasztalattal volt bírható a munkám, akár a város életét, akár pedig a választókerületemet nézzük. Én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan előterjesztés született, ami a cikluson túl is. Cikluson átívelő előterjesztésekre céloz, igen? Igen, tehát amiket például 19-es ciklusnál, a kezdődő ciklusnál, ugye 19 beleadott előterjesztések, akár a Búcsú utcánál is, ugye az aszfaltozások, jártam folyamatosan a kerületet, és ugye ahogy az igény szerint úgy adtam le az előterjesztéseket, tehát ezt ugye elfogadták, vagy pedig besorolták. És ezeken a besorolásokon mentünk át a következő ciklusba, ugye a másik képviselőnek már csak be kellett fejeznie azt, amit munkát elkezdtem. Most is ez jön. Folytatjuk. Gondolatok az önkormányzatiságról? Talán a legfontosabb, hogy az önkormányzatok nagyon-nagyon el lettek lehetetlenítve, az autonómiájuk teljesen le lett nullázva, alig-alig van, amiről ugye az önkormányzatok dönthetnének. Ez egy fajta autokrata rendszer, ugye ezt 19-ben is elmondtam itt a televízióban, hogy figyeljünk oda az önrendelkezésünkre, mert ki fogják húzni a talajt a lábunk alól, ez meg is történt. Hogy mondjak egy egyszerű példát, amíg az én ciklusom alatt az önkormányzat ingatlanjainak száma nőtt, például nem tudom, mondok egyet a 20 düllős ingatlannal, ami most is ugye szociális szövetkezet volt, és most albérlet tulajdonképpen, tehát lehetőséget biztosít lakhatásra, addig például csináltak egy 300 milliós ingatlan vesztést az Ugyeri iskolával kapcsolatban. Ugye az Ugyeri iskola az a kerületünkben lévő iskola, és ez egy Európai Uniós beruházás, amit megkapott a város, azon belül a választókerület. Most ezt az ingatlant húzták ki tulajdonképpen a lábunk alól, és került át a híd gyülekezetéhez. Itt most félre ne értse senki, mert én nem úgy gondolkodom, hogy híd gyülekezet, vagy református, vagy katolikus, mert a véleményem szerint egy Isten van, tehát nincs több, csak ugye az egyházak és felekezetek másfelé húznak és tolódnak. Ha Isten igazából valaki Isten hívő, vagy tiszteli a vallását, kultúráját, akkor teljesen mindegy. Én ugye katolikus vagyok, nagyon erős katolikus,
bérmálkoztam, akkor jártam hittanórákra, amikor ugye ez a kommunizmus még élt, hát nem volt egy kellemes dolog, de túl vagyok rajta. Június 9-ére utalva európai parlamenti választások is lesznek. Ezzel kapcsolatos gondolatok? Igen, tehát azt mindenki tudja rólam, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem ezt a fajta rendszert, vagy ezt a fajta beállítottságot, ugyanis az önrendelkezésünket teljesen kihúzták a lábunk alól. Én nagyon szimpatizálok most a Tisza párttal, és őszintén remélem, hogy jó eredményeket fognak elérni ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, most el is mondhatom, hogy várjuk majd Magyar Pétert szombaton 9 órakor ezen a héten a piac elé. Tehát, hogyha bármilyen változás lesz ezzel kapcsolatban, a Facebookos oldalamon mindenféleképpen tájékoztatást adok róla. Most azért lenne fontos az EP-ről egy kicsit beszélni, mert az, ami ott történik, az vetül le a városokra, választókerületekre, és nagyon fontos az, hogy ami fönt van, és ahova pénzek érkeznek, vagy a lehetőséget biztosítjuk, az mind gyűrűzik szépen lefelé. Tehát, hogyha nincs pénz fönt, akkor nincs pénz lent. És most jelen pillanatban is úgy állunk az önkormányzatnál, ugye, hogy van egy 83 milliós veszteségünk, ami miatt lesz egy közel 1 milliárd forintos visszafizetési kötelezettségünk, ugye az a ipari park kapcsán. És senki ne gondolja azt, hogy itt most bárki bejön ebbe a stúdióba, és össze-vissza ígérget mindent, hogy ezt megcsináljuk, azt megcsináljuk, mindennek megvan a rendje is. Mondja, szépen sorba haladunk, így vagy úgy. Én ezzel leszek, függetlenül attól, hogy valaki fideszes, bárhova szavaz, megértem, és el tudom fogadni. Én nem olyan vagyok, én meg azt kérem, hogy ezt fogadják el. Az Európai Unió kapcsán ugye nagyon fontos azt látni, hogy olyan EP képviselők vannak ma jelen pillanatban magyar európai parlamenti képviselők, magyar európai parlamenti képviselők, akik az autópályával szembe mennek. Tehát nem kell rajta csodálkozni, hogy ezáltal vegzálják, vagy akár nem kapunk pénzeket sem, de hogyha megnézzük például Dajs Tamást, ugye kokain szívás közben, vagy akár a csatorna menekülés közben, ugye, akkor felállítható ezeknél az embereknél sokkal jobb európai parlamenti képviselet, és a Tisza párt ezt most meg is tette, és úgy gondolom, hogy ott van a jövő. Most már náluk. És én azt szeretném, hogyha meg lenne az a támogatás, amit meg is érdemelnek tulajdonképpen. Talán ennyit mondanék még erről. Ez a háborús helyzet, amit a kormány fölállít, sem tükrözi a valóságot, hiszen nem igazán van közünk semmihez a tekintetben a háborúhoz, hiszen ez egy amerikai gyarmatot akarnak csinálni Ukrajnából. Ukrajna ezt nem engedi, ugye kitör egy háború, és rajtunk ez nem fog se segíteni, se előrevinni, se semmi. Viszont azt azért az ezzel kapcsolatos támogatáson azért azt tudni kell, hogy volt itt béke. Tehát a Krím-félsziget eseténél, ugye, amikor elfoglalták az oroszok a Krím-félszigetet, és utána pedig béke volt, aztán ugye megint mentek előre, mihez megtudták, hogy Ukrajna uniós csatlakozásra készül, Ukrajna egy szuverén állam, az oroszok őt megtámadták, és a szabad világnak tudja kötelessége megvédeni. Ennyit talán az EP-ről. Egy percünk van még, záró gondolatok következhetnek, akár beleszélve azt, hogy megválasztás esetén kivel szeretne együtt dolgozni. Nagyon fontos, hogy függetlenekkel, mert nem fogjuk tudni visszabontani a NER-t. Tehát a legesleges, legfontosabb dolog az, hogy azt a felépített rendszert, amire ugye nem sokan nem tudják, hogy mit is jelent, azt fel tudjuk, vissza tudjuk bontani. Tehát ezt alulról kell felfelé tenni, olyan javaslatokkal, olyan előterjesztésekkel, ami az országgyűlés irányába irányul, az országgyűlési képviselő által. Tehát őt kell rákényszeríteni törvényjavaslatokra, törvénymódosításokra. Én úgy gondolom, hogy ez csak függetlenekkel lehet, és nagyon fontos az, hogy Csáky András nagyon sokat tett például a körzetért, ugye akár az Örkényi út kapcsán is, és úgy gondolom, hogy
ő is ebben partner lesz, de nagyon fontos, hogy az első választókerületben dr. Dezső Ferencet támogassuk, a másodikba Orosz Zoltánnét, a harmadikba Hernádi Pétert, a negyedikbe Keszthelyi Ferencet, az ötödikben Spindelbauer Attilát, a hatodikban Ványi Zsoltot, a hetedikben Horváth Gábort, bocsánat, hogyha most megemlítettem magam, a nyolcadikban Molnár Gergelyt, kilencedikben Bobál István, tizedik választókerületben pedig Györe Jánost. És köszönöm szépen. Nagyon szépen. Horváth Gábor, köszönöm, hogy itt jár. Köszönöm szépen.